túlzás, hogy ön majdnem színésznő lett? Hát merőben. Merőben? Igen. Szándék se volt, nem. Vagy nem? Nem. Jártam gyógypedagógiai főiskolára, akkor még így hívták, és nem teljes mértékben kötötte le a hiperaktív idegrendszeremet és figyelmemet, és eleve ugye a bátyáim, barátaim okán volt egy ilyen művészetekhez vonzódó, színházi művészetekhez vonzódó kapcsolatrendszerem, és akkor valaki mondta, hogy a Jeles csinál színházat, mondták, hogy menjek le, és akkor gondoltam, hogy most lemegyek. Ez a Kassák művelődési ház volt Zuglóba, és akkor lementem. És hát úgy Kamondi Ágit ismertem, voltak olyan barátaim, akik szintén ilyen, hogy mondjam, ilyen bolyongópályán voltak még, Unoka Zsolt, aki most a pszichiátriai klinikát vezeti, ő gimnáziumi barátom is volt, és akkor így lementünk, hogy így meglássuk, hogy ott mi van. És akkor láttuk az Andrást, aki hát nem kicsit volt, ugye nem normális, hanem nagyon, és nagyon vonzó volt, meg a társaság is jó volt. Aztán ott rövid idő alatt megismerkedtem még jobban az első férjemmel, akivel aztán ott ragadtunk. Kis Tamás László volt, és ugye ő ott vezető, a Kis Erzsivel vezető színészek voltak, nevezzük így, hogy színész, de hát ez nem igazán színészet volt. Ő mit csinált ott pontosan? Én kerestem magamat szerintem. Ez egy ilyen, tehát azt mondanám, hogy nekem egy ilyen terápiás helyzet volt. Tehát eleve gyógypedagógusnak mentem tanulni, ami kérdés, hogy akartam egy gyógypedagógus lenni, és ez már eleve ugye egy nem normális pedagógusi státusz, vagy az lenne a jó, hogyha nem lenne normális, hogy kicsit izgalmasabb legyen, és engem úgy mindig vonzott ez a nem annyira normális, és hogy miért, és magamban is ugye azt éreztem, hogy én sem vagyok, tehát különböző okoknál fogva én is azért ebbe a tákat kategóriába beletartozom, hogy nem annyira klasszikusan normális, még hogyha kívülről úgy is látszom. Ezt hogy kell érteni? Hát bárhogy. Most ez konkrét kérdésre konkrét választ tudok adni. Bárhogy. Szerintem érződik azért rajtad, hogy igen, meg belül, kicsit. Tehát tényleg nem vagy. De abban az értelemben, mint ahogy senki. Igen, tehát, hogy, igen. És akkor mi az a normalitás? Tehát, hogy... igen. Na, szóval, hogy vonzott mindig így a különleges. És mire jött rá, azt mondja, hogy egy ilyen utazás volt, önismereti utazás? Igen. Mi volt hát a végkicsengés, szabad, a tanulság? Szabad nem átlagosnak lenni, és nem átlagosan kifejezni. Tehát ugye ez nekem azért egy ilyen családban, hogy én fölnőttem, azért voltak elvárások, és ugye ez inkább erre segített engem, hogy igen, ez így tök rendben van, hogy ha az emberben vannak ilyen furcsa érzések, így a különlegessel, vagy a nem normálissal kapcsolatban, ami nekem pozitív értelemben értelmezhető mindig, akkor ezt meg lehet élni. De ez akkor egy formabontó dolog volt a Monteverdi birkózókör, ugyanúgy az egyetemi színpad, a 25. színház, a Fodor Tamásik színház, a Margotnak a Holt színház, tehát ezek mind-mind különleges dolgok voltak. Én Jeles Andrással is dolgoztam együtt, és az ő képi világa, az ő megfogalmazása, és az hogy ő interpretációja bármilyen szózányú, az nekem mindig fantasztikus. És akkor egy lehengerlő figura. Lehengerlő, volt. Zseniális, őrült, igen. De Barbara színpadra is állt, tehát színészkedett. Persze, abszolút. Családja, környezete, barátai megnézték ezeken az előadásokat? Igen, persze. És mit mondtak? Hát csodálkoztak, hogy én ilyen is vagyok nagyjából. Nem hogy magamon is. Azt, hogy színpadra is operát hát, fog énekelni. Nem. Azért én, ahogy mondjam, a háttérkórus voltam erősen, de hogy nem. Ez kicsit nem olyan, most az olyan, de... Igen. Tehát ez olyan, hogy te is, vagy ön is, te is nyugodtan oda fel tudtál volna állni. Tehát ennek pont ez a lényege, nem hogy... Biztos, de tehát, hogy ez, hogy mondjam, egy belső. Tehát, hogy én se voltam jobban képes arra, mint ahogy tegeződhetünk. Tegeződhetünk, köszönöm. Mint ahogy te képes lennél, hogyha magadba megnyitod azt, hogy akár képes is lehetek. És nem az volt a nagyon fontos ebben, hogy semmilyen módon nem volt elvárás a tökéletesség felé, vagy a valamihez való viszonyítás, a magadhoz való viszonyítás, meg az egymáshoz viszonyulás volt a lényeg. Azt mondta Barbara, hogy ő ott lett tulajdonképpen szabad ember, tehát a szabadságát ott hát azért fedezte föl. Lehet, hogy egy hosszabb... A csirákot. Igen, aztán ez egy szabadság, egy hosszú szabadság. Neked ezt meg kellett tanulni? Vidékről jött gyerekként... akit nem vesznek föl a főiskolára, ambíciókkal, hogy átállt ez? Mindig önazonos voltál, vagy voltak azért ilyen értelemben? Én, aki nyaranta egyszer káptalanfüle, de eljutottam a nyírségből, nekem az a tenger volt, ugye? Budapest volt az a világváros. Te tudtad, hogy ott nem maradsz? Biztos, hogy igen. Felvételiztem a
kisképzőben, ugye, készültem a felvételére, és kérdezzétek, hogy én magáztam, édesanyám tavaly március 19-én sajnos meghalt, én mai napig magázom és magáztam a szüleimet. A tetszikezés, illetve a magázódás volt a bevett formula, amire az összes a ismerősöm, vagy teljes hüllekedve néz, hogy hogy lehet, hogy én nem tegezem a szüleimet, és nekem valahogy soha nem volt. De ők is tegezik a te szüleidet? Mindenki tegezi az én szüleimet, csak én magázom az én szüleimet. De az egész családodban, tehát, hogy a szüleid is magázták értelemszerűen a nagyszüleidet? Így van, igen, igen, ezért onnan láthattam. Testvéred? Testvérem, nővérem, ő Ildikó, na, Frankfurtban akkor, él, ő is magázza. Mi magáztuk, igen. De a család összes többi tagja nem. Uh-huh. Megpróbáltatok valaha tegeződni? Én egyszer megpróbáltam, talán nem sikerült. Én nem már nehéz visszajönni. Tehát annál nehéz visszajönni a tetszikezésből. Minden esetre, amint a kollégáim, hogy most akkor a sportutcai gyerekek ezeken mind csodálkoztak, hogy ez hogy van. Következő történet, anyukám mosogott a konyhában, én egyszer csak, és mivel mai napig nem tudom megfogalmazni, itt mi történt, fölálltam az asztaltól, miközben készültem, végigmentem a folyosón, eseteltem anyukám mellett, anyukám győzőke hova mész, győzőke nem válaszol, győzőke nem megy a lépcsőn, megáll a sportutcán, a kellős közepén kiáll, és azt üvölti bele a levegőbe, anyám jön a végig a lakáson, az ablakokat nyitogatta, hogy hova megy a gyerek, anélkül, hogy szólt volna, hogy hova megy. Kinyitotta az ablakot, és én torkom szakadtába, és most ezután szeretnék elnézést kérni a traktorosoktól, mert nem volt ez egy célzott üzenet, beleüvöltöttem a levegőbe, hogy én nem leszek nyírbátori traktoros, de torkom szakadtából soha nem leszek nyírbátori traktoros, ezt kiüvöltöttem magamból, visszamentem a lakásba, leültem, és anyukám nem kérdezett semmit. Elhűltem, nézte, ez mi. Visszaültem, és tanultam tovább. És erről sem utána, és egyáltalán nem esett szó, hogy ez valójában mi volt. Két nappal később, hál' Istennek, megkaptam a képzőművészeti ipar és képzési iparművészeti szakközépiskolában a felvételi eredményemet, fölvettek, és akkor így aztán így azt meg tudod nekem mondani, hogy mi bajod volt azzal a léttel? Akár a nyírbátorisággal, akár a traktorossággal? A traktorossága semmi, de hogy egyszerűen de azt éreztem, hogy valamire kevés volt. Én akkor tudtam. És egy csomó dolog, mind a mellett, hogy törvényszerűen, vagy végzetszerűen, vagy véletlenszerűen, vagy sorsszerűen alakul, kicsit mindig az eltervezett. És aztán úgy tűnik, hogy sorsszerűen. Ki által eltervezett? Általad. Igen. Nagyon-nagyon sok mindent hoztam magam a nyírbátorba. Rengeteg vicces dolog, tehát a többek között is, hogy édesanyám azt mondta, hogy minden, aki jön veled szembe, találkozol, akkor köszönj neki, mert az az udvarias, tehát köszönj előre. És én mindig is köszöntem nyírbátorban, hogy gyalog mentem a suliig. Minden nap is este jöttem vissza, gyalog minden nap. Tehát nem tudom, 2-3 kilométerre volt az iskola. A lényeg az, hogy aztán felkerültem Budapestre, és akkor a nővéremmel lementünk sétálni, megnézzük, milyen ez a nagyváros. Csak Ellértegyen volt a kollégium, és lesétáltunk a Móricz Zsigmond körtérre, hogy ott elképzeljük, hogy hány ember van a Móricz Zsigmond körtén, és akkor a nővérem fogta a kezemet, és mindenkinek köszöntem, ugye, mert ugye... hogy köszönni kell. És akkor a nővérem azt mondta, hogy itt nem kell. Meghökkelve néztek rá az emberek. Volt, aki visszaköszönt, volt, aki nem, mert egy kis csávon mit köszönget? De én ennyire jó... Nekem ennyire ezt bekódolták, és mai napig, hogyha vadidegen, most ez megint torzult egy picit, mert ugye általában nekem köszönnek előre, mert ugye engem úgy megismernek. De ha nem is ismernek, vagy nem, akkor én olyan nincs, hogy valaki eljön mellettem egy folyosón, hogy megköszönnék le. Ez egy teljesen beivódott reflex. Rögződött benned. Barbara azt mondja Győző, hogy azért ő megtervezte valamilyen szinten az életét. A te esetedben édesapád, az például neked futnod kell, azt ő úgy nagyon tudományos alapossága, hogy milyen alapossággal döntött el, hogy neked ez a feladat? Genetikus volt, és benézett alkatilag konkrétan, tehát, hogy ez nem volt olyan nagyon nehéz az ő szempontjából. Igen, tehát, hogy ezt már többször lenyilatkoztam, és tényleg egy kicsit én már unom, hogy az apu, így hárman vagyunk testvérek, van a Gábor bátyám, azt mondta, hogy ő az okos, ő lesz az orvos, a Balázs bátyám a tehetséges, ő lesz a képzőművész, én meg a, hát úgy, szőke kis butuska kislánya, és hogy én meg leszek akkor a sportoló. De ezt így nem, ezt csak nem mondod így de most. De nem. Nálunk, hogy mondjam, Cezár Endre szavaival élve mindenkin volt az asztalom, tehát, hogy így volt ez. Ilyet megkaptál, ilyet hallottál, hogy te vagy a szőke
Most konkrétan én vagyok Buta Libuskám, így hívott, de hát igen. Hány évesen? Hát amióta totyogtam. Hát pici korom óta. De ezt viccből gondolhatta, nem, vagy viccből mondta szerintem? Nem, tehát hogy most ugye igen, ez egy nagyon szubjektív dolog, ember otthon, hogy nem tudja. Igen, tehát hogy mondjam, tényleg így ő mindig kevesebbet látott belém, vagy hát nem véletlenül, tehát hogy tehát hogy tényleg azt tervezte, hogy a Gábor lesz az orvos, a Balázs a művész, én meg majd a TF is sport és olimpia. Tehát, hogy ő így teljesen jó szándékkal, a maga oldaláról nézve jó szándékkal azt gondolta, hogy ezzel nekem jót okoz, hogyha engem ráállít egy olyan pályára, ahol a lehetőségeimhez képest a legnagyobb esélyem van. Miközben te nem nagyon szerettél futni, ha jól tudom. Hát bonyolult, tehát ugye most, ha például nézem az embereket, akik futnak, nem értem, hogy miért futnak. Tehát nem értem, hogy miért futnak, de közben rájövök, hogy azért, mert valószínűleg saját akaratukból futnak. Tehát, hogy én 9 éves koromtól, hát nem annyira. Uh-huh. Igen, tehát, hogy ez az élsport, ami hát nem csak rám, hanem úszókra, mindenkre, főleg ez a monotonitást kívánó sportok, ezek így vannak. És mondd, te nem merted azt mondani édesapádnak vagy édesanyádnak, akár mondjuk 14 évesen, hogy nekem ez nem tetszik, én nem akarok futni. Ez egy ördögi kör, és ugye pont így a győző kapcsán gondolkodtam, tehát, hogy a drog és az addikció nem feltétlenül, hogy a szer formájába jelenjen meg az ember életébe, de hogy nekem például az, hogy én futottam, és hogy ez tényleg az apu jól benézte, tehát, hogy én tényleg mindent megnyertem, és akármennyire is rossz volt futni, de azért az endorfin az jött, meg az érmet az nyakamba akasztották, és mondjuk én azt nem értettem, hogy az miért fut, aki mondjuk negyedik, még a második, harmadik, azt megértem, de hogy ő, tehát, hogy itt... És arról meg nem is beszélve. Csinálta a saját edzéstervezet. Igen, hát illetve az edzőmmel, aki nem kicsit volt, Szadi Józsinak hívták, tehát, hogy egy bonyolult személyiség sokat, volt. Sokat mondolnél. Igen, és hogy ennél még szóval, hogy igen, tehát, hogy szürkébe öltöztünk, tehát volt árnyalata is ezeknek a dolgoknak ott, ami nem most már büntetőjogi kategória, tehát, hogy benne voltam. Veletek? Hát volt olyan beavatkozás az intim szférába, akár verbálisan, ami akkor, tehát, hogy akkor mondja, ez benne volt a pakliba, éppen erről most így többet lehet beszélni. De hát te ez nem az... szóltál soha? Te nem voltál? Én az egésztől nem voltam jól. Tehát én azt gondoltam, és visszatérve a kérdésedre, hogy miért nem szóltam és miért nem hagytam. Tehát, hogy az apám ott volt, mint egy ilyen ikon, aki nem volt jelen nagyjából az életünkben, csak ilyen tervezett programokon, hogy csütörtökön moziba mentünk, vasárnap múzeumban, de már nem élt velünk. Az anyám meg ráment az apámra konkrétan. Tehát, hogy az anyám egy nagyon-nagyon szép és nagyon okos nő volt. Együtt jártak orvosegyetemre, és az apám, ahogy elkezdte a karrierjét, emellett kinyílt számára a világ, és jött a számtalan megkeresés, és ennek nem tudott ellenállni a női nem oldaláról, és az anyám meg ott volt kisgyerekekkel otthon, és nem tudott szakmailag kiteljesedni, egyedül volt a Czeiser nagyon erős család elvárásában. És ő erre így ráment. Akkor az apu ugye azt mondta, amikor ez kiderült, hogy az apámnak vannak kapcsolatai, hogy ő azt mondta, hogy amikor az anyu szomorú volt két kisgyerekkel, hogy az anyu depressziós, és akkor lett egy ilyen patologizálás. Yeah. És az anyám meghalt, amikor 16 éves voltam. És ez az út, ez a születésem után, ez erőteljesen különböző hullámokba, de hogy egyre romló állapot volt. És hogy visszatérve a kérdésedre, tehát hogy én azért is futottam, mert hogy azt láttam, hogy az anyámnak, tehát ugye ez volt, hogy én akkor okozok örömet értelemszerűen a szüleimnek, vagy akkor vagyok szerethető, vagy ilyen klasszik állításokat tudok mondani, hogyha ha nyerek, és hogyha elérem azt a célt, amit az apám kitűzött. És a másik meg az volt, hogy azt éreztem, hogy az anyámnak, aki nem volt kicsit boldogtalan, de nagyon boldogtalan volt, hogy akkor okozok örömet. És aztán 15 éves voltam, amikor volt egy ilyen Népstadion országos bajnokság, és mindent megnyertem, és ki voltam írva, és úgy tényleg nagyjából azt láttam, hogy anyámat utoljára és hosszú ideje így mosolyogni, meg boldognak látszani, és rá egy évre meghalt. És akkor nagyjából akkor azt éreztem, hogy hát basszus, hogyha még az anyámat se tudom boldoggá tenni, azzal, hogy Tehát önvád volt benned 16 évesen? Hát meg egy ilyen, hogy akkor miért is. De persze, hogy volt önvád is, de inkább egy ilyen frusztráltság, hogy még az anyámat sem tudom. Édesapád felé hogyan? Érted most az
az egészet, milyennek a dolognak a dinamikája? Abszolút megbocsátás van. Tehát, hogy ő jót, tehát ő semmiképpen nem akart rosszat, ugye nagyon, de a híres klasszik, tehát ő azért írt a költőkről, művészekről, és a nagyon kiemelkedő személyiségekről könyvet, hiszen magában is látta azt, hogy azok az emberek, akik ilyen különöset alkotnak, hoznak létre, azok nem egyszerűek otthon, nevezzük nevén. Igen. Tehát, hogy van egy kettős énjük, és az apu ugye ezt nem tudta ilyen módon szerintem akkor még összerakni magába, de hogy ő is hasonló módon élte meg a saját életét, hogy volt egy kispolgári sváb családból származó, vagy egy polgári nem is családból származó gyerek, aki focista akart lenni, orvosnak kellett lenni, tehát neki is megvan a saját sorstörténete, amiben aztán nagyon sokat alkotott, és ugye azért is van a nagyon érdekes dolog, hogy a családját is megpróbálta okosan, racionálisan menedzselni, ez nem annyira sikerült, és ehhez képest viszont közben meg az egész Magyarországot, meg hogy mondjam, szellemileg és szexuális felvilágosítás szempontjából meg, megnyitotta, és egy olyan fajta segítő szakmát is végzett, amiben nem csak ezt a tévé általi szerepléseit, hanem a mindennapi szakmai tevékenységekbe több tízezer, százezer emberen segített. Tehát... Ezt én értem, de például ugye orvos szeretett volna faragni Gáborból, a testvéredből, ő egy színházrendező lett. Belőled olimpiai bajnok futót, gyógypedagógus lettél. Ő belátta azt az életében, hogy az a fajta pedagógia, vagy az a fajta szemlélet, hogy ilyen elvárásokat irányzott ti felétek, az nem biztos, hogy szerencsés volt? Adta ennek ő tanújelét, hogy rájött, hogy ez nem volt annyira szerencsés? Hát nem, azt gondolom, hogy a Gábor is harmadik gimnázium után elment Angliába, és ott elment színházba, és mondta, hogy akkor most itt egy hirtelen pályaváltást történik. Én azt gondolom, hogy az apuba az volt, tehát ugye egy okos ember volt, és ott volt az a belátás, hogy ő tényleg... Tehát, hogy ő, amikor kiderült, hogy az nem úgy lesz, akkor ebben nem volt retorzió. Tehát ő azért tervezett nekünk, mert ő azt gondolta, hogy nekünk is segít azáltal, hogy segít megtervezni a mi jövőképünket, hiszen ő is ezt látta a saját apjától, és végül is neki is bejött, hogy nem focista lett, hanem genetikus. És ő ezt így szerette volna velünk is, de ott volt a belátás, tehát, hogy mondja, a retorzió semmi nem volt. Tehát, hogy ő aztán így elég hamar, hiszen iszonyú mennyiségű tevékenységet végzett, és ugye folyamatosan menekült a munkába, tehát hogy ezeket a dolgokat rövidre zárta és elengedte, tehát nem volt ez ügyben. De ti mondjuk az értelmények felé beszéltetek erről? Igen. Tehát ez nagyon érdekes volt, mert az apám az tényleg nagyjából a munkába menekült, és a sikereibe és a segítő szakmájába, és amikor az utolsó három évben volt olyan leukémiás, amire már az első körben azt mondták, hogy nem lehet kijönni, az azt jelentette, hogy nagyon intenzíven kapott több hónapon keresztül kemót, és aztán kijött, és aztán még ezt még egyszer megtette egy év múlva, és aztán harmadjára már nem sikerült. És az nagyon érdekes volt, hogy ugye a tökéletes Czeisel-Endre, aki mindenki számára egy ilyen megkérdőjelezhetetlen személyiség, nekem a kapcsolatom az ilyen, ő az egyetlen, aki Barbikámnak szólít meg a Balázs bátyám, hogy nem vagyok talán egy ilyen Barbie alkat, és akkor így mindig nagyjából ez volt a kapcsolat, hogy ő így felhívott havonta egyszerre, megkérdezte, hogy mi van Barbikám, vagy ráadásul egy házba laktunk, amiben a találkozások esélye nem lett ettől több. És akkor így megkérdezte, hogy mi van Barbikám, és én valamit elkezdtem mondani, de arra már nem annyira volt figyelme, hogy ezt így. Tehát, hogyha nagy baj volt, azt meghallotta. Na és hogy ezt csak azért mondom, hogy az apuval ilyen volt a kapcsolat, és amikor beszorult a László kórházba egy ilyen steril szobába, ahol a kemót kapta, ott úgy, tehát ugye egy ilyen az apuval nehezen, tehát ugye amikor az apu úgy gyenge lett, és hogy mondjam, kiszolgáltatott, akkor ezzel nagyon sokan nem tudtak mit kezdeni. És nekem a szakmám is ilyen, hogy ez is egy, tehát hogy nekem is megvan a saját történetem, hogy miért lettem segítő szakember, de hogy én meg ez nekem ez természetes közeg sajnos, hogy én meg akkor úgy, tehát én nem érzem magam idegenül, hogy olyan helyzet van, hogy valaki beteg, kiszolgáltatott, vagy segítségre szorul, és akkor ebben az utolsó három évben mi nagyon közel kerültünk az apuval egymáshoz, mert nagyon sokat tudtunk beszélni, illetve ő szegény beszorult ebbe a steril szobába, tehát nem tudott kimenekülni azok elől a beszélgetések elől, amiket én kezdeményeztem, és felvetettem olyan kérdéseket, életszakaszokat, történeteket. És kaptál érvényes válaszokat? Igen.
Nehéz ezt most nekem erről beszélni, mert nem tudom, hogy én azt gondolom, hogy minden ember tud fejlődni, változni. Ugye ez, hogy most ő neki ez a vége volt, tehát, hogy én olyan beszélgetéseket kezdeményeztem, amiben szembesült, illetve tehát mert hiszen egy nagyon intelligens ember volt, azokkal a kérdésekkel, amivel nem biztos, hogy ő akart volna korábban, és nem tudom, hogy lett értelme, hogy szembesítettem. Tehát, hogy... Van lelkiismeret furdalásod, hogy kellett szóval? Nem, igen, tehát, hogy ugye miért? Tehát, hogy nekem ugye ez egy dolog volt biztos, hogy én ezt rendezni akartam vele, meg akartam beszélni, nem tudom, hogy ez őt mennyiben segítette, illetve, hogy most kérdés, hogy hol van, és most erre kérdezzük meg őt. Az lenne az objektív. Tehát nem. Egyre válaszolom, még aztán nem akarok ezen rugózni. Azt mondtad, hogy nagyon akartál neki örömet okozni. Azzal, hogy te futsz, hogy jó eredményeket hozol, aztán később elismert gyógypedagógus lettél. Tehát megérte mindezt olyan értelemben, hogy az ő jóváhagyó bólintása vagy simogatása az megérkezett, akár a sportsikerekért, akár az egyéb elismerések miatt? Hát megint ez, azt hiszem, hogy 46-8 éves voltam, amikor kaptam valami Pannon példakép kitüntetést. És a kapuba találkoztunk, és így ezt mondta, tehát én elhúztam a kaput, ő meg nem jöttünk, mentünk, és nagyjából ezt mondta, hogy hallom Barbikám, hogy akár büszke is lehetnék rá. Tehát, hogy ez volt azt hiszem így a legtöbb, amit itt tudott mondani neki. Tényleg, addig a legnagyobb? Hát, úgy igen, legalábbis, ugye ez az én elmondásom, tehát még egyszer mondom, ehhez fontos lenne őt is akkor, amit nem tudunk, de hogy neki ez tényleg mindig magasra volt téve. Az, hogy én azt gondolom, meg hogyha kérdésedre a válasz, hogy én mit akartam meg, neki akartam-e megfelelni, zsigeri sejtszinten biztos, hogy igen. Aztán meg már ez úgy el, tehát mint ahogy a saját szabadságom forradalma az nem ott a kassáklubba záródott le, hanem ez egy még most is tartó út. Tehát, hogy egy idő után már el tudtam azt fogadni, hogy a saját magam számára elég, hogyha például megfelelő vagyok, vagy közelítek. Nem, az még nagyon messze van, tehát, hogy elbírom magam viselni, nevezzük nevén. Én emlékszem, hogy én amikor jött a következő főiskolás osztály, és akkor nem volt elég, már második évben a főszerepet, a klasszik Pirámusz, ugye a Szent Iváni Államban, hogy ide nekem az orosz lent, és akkor ezzel a attitűddel jöttek, én meg ott ült, és tudtam, hogy végig kell csinálom az egészet. Csak úgy tudom meg, csak úgy ismerem meg az egészet, a végig sem. Türelemmel végig sem. Mai fiatalok szerintem türelmetlenek. Igen, de benned szerintem volt egy olyan fajta önmérséklet. Még azt is megkockáztatom, hogy önbizalom hiány is. Azáltal, hogy nem volt főiskolai végzettséged. Neked ez visszatérő minden interjúban, hogy te, volt egy olyan interjú, hogy azt mondtad, hogy te egy outsider vagy. Mondtad ezt fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt. Hát igen, az vagyok, mert akármilyen furányos hangzik, Csekányi Esztertől, Lukács Andorig, nagyon sok színésznek nincsen meg ez a diplomája, de hogyha csak valaki egy papírra felírta volna annól, amikor én bekerültem a katonába, és amikor nem csak mi statiszta, és nem csak mint külső, hanem azt mondta Zsámbéki Gábor, hogy a társulatom tagja lehetsz, akkor még ez magában nem elég, hogy azt mondom, hogy és most minden nagy képviselő nélkül, mert aztán tényleg távol lett tőlem. Az első 10 film megnézette filmnek, 5-nek mondjuk én vagyok a főszereplője mondjuk, vagy 4-nek biztosan, és egyben csak egy mellékszerepem volt. Katonában sosem lettem volna első vonalas, vagy akár második vonalas színész. Mert ott megvannak, tehát mindenkinek megvan az embere, vagy nem tudom. Ki a te mostani megfelelőd a katonába szerinted? Pfú. Mert én nem látom hirtelennyébe ezt a karaktert. Megvannak a korosztályod béli férfi karakterek, de azért mások szerintem egy picit. Nem tudom, szerintem nem is lehet így. Nekem eleve az, hogy nem, és akkor visszatérek, hogy egy cetlire valaki ráírta volna, bocsasztam el azt, hogy diploma, színész diploma, és odaadta volna nekem egy valamelyik színházi premiernek a bulián, akkor azt mondom, hogy köszi. És akkor nekem az egy sajtcetli, egy sajtpapír elég lett volna ahhoz, hogy azt fogadjam el. De hogy... győző, ezt te már hányszor megkaptad a szakmától? Igen, és akkor most jön az a rész, hogy a katonában másodvonal, harmadvonal, vagy amikor azt mondtam a Zsámbéki Gábornak, az akkor igazgatónak, hogy én, és ott arról volt híres a katona, és ott volt világhírű, mert rengeteget utaztunk, a világot 4-szer körbe utaztam a színházzal. Tényleg, Amerikától, Dél-Amerikáig, Sydneyig, bárhol volt a színház, én is nagyon sok helyre elutaztam, és azért volt jó, mert a legkisebb szerepben is mindenki ragyogott. És ez nem volt jellemző már, ahol elmentem más színházakba. Ott a föci volt, az én meg semmi. Csak ennek volt egy kis szerepe a színházban, akkor azt dobtam, mert nem kellett neki. Ez jellemző a vidéki színházakban, ahol voltam. Én mindenhol kiosztam,
a maximumot. Nekem van egy olyan díj a Katona József Színházban, amit úgy hívnak, hogy Pukdi, ami azért Pukdi, nem a Pukka, hanem a Puk két K-val, mert ugye azt a 30 mondat alatt legjobban teljesítő színész kapja meg. Tehát a legkisebb szerepben a legnagyobbat kihozó színész kapja meg. Azért lett ez Pukdi, mert volt egy előadás, amiben Újlaki Dénesnek egy pezsgőt kellett kibontani, és mindig bekészíti a és nem volt egy nagy szerep, bekészítette a kellékes a pezsgőt, és durrant a pezsgő, jött a lab. Egyik előadás azonban nem volt kvázi előkészítés, vagy nem volt preparálva a pezsgő, nem durant a izé, nem történt semmi, majd megoldva a helyzet, Újlaki Dénes azt mondta, hogy Puk! És ebből lett a Pukdi. És én minden egyes szerep, és azóta a Zsámbékinek azt mondtam, hogy figyelj, mondtam tanár úr, igazgató úr, én most már azt hiszem érett vagyok arra, hogy most már sokkal nagyobb szerepeket eljátszak, és kiírtak egy záróélet, meg eközben a Valami Amerika sikerétől már hangos volt az egész ország, aztán jött a kettő engem, azért egy pillanat alatt megismert az egész ország, nem tudtam úgy elmenni, bárhogy tényleg ne fussanak, rajongjanak körülbe, ez tényleg így volt, mint egy amerikai filmben. Zárójel bezárva, ezeket azt mondja, mondom a katona igazgatójának, hogy most már képes volnék ennél nagyobb. Mert az egy művész közeg, egy réteg színház, holott a Magyarország legjobb. Mai napig is Máté Gábor igazgatóságban a legjobb művész színházának tartom. Én a Thália színháznak a tagja vagyok. Mi az igényes szórakoztatást tűztük ki célunk, és tök jó minden. Szuper. És erre azt mondja nekem a Zsámbéki Gábor, hogy te győző. Mondta, hogy nagyobb szerepeket el tudnék játszani. Te győző. Akkor ezeket a kicsi szerepeket ki fogja ilyen jól megcsinálni? Érted? És mondta, hogy mégis igen. Azért rosszul esett akkor, nem? Rosszul, de ez egy dupla fenekes, tripla fenekes mondat, mert azért ez elképesztő sok van benne ebben a mondatban. És én akkor maradtam ott, és tényleg, ha csak egy parfissa kellett keresztül menni a színpadon, ahogy azt Kaszás Gergő tette a revizor előadásban, az ILC-t tapsot kapott, mert úgy takarította föl a színpadot egy szár parfissal, hogy az ILC-t, vagy a csomós Mari a csirkefejben három lépcsőfokot lép föl, közben vannak monológiai darabban játszik, egy alkoholista nőt játszott benne. Jó, csak is, tehát az más, hogy is játszik ilyet, vagy csak... Most, amit mondasz. Igen. Hát, hogy ugye a Zsámbéki neked megmondta, hogy... Engem a Zsámbéki kirúgott a színházból, ne szépítsük, de ez történt. Nem nézte jó szemmel, hogy a Stoll Andrásnak a tévés szerepését, és velem akkor nagyon jót tett, de nekem már pont akkor úgy éreztem, hogy előbb-utóbb lépni kell. Izgalmas az élet. Nagyon. Én szerintem tök sokat tettem ennek ebben a szakmában, szerintem, mondom. Tehát, hogy a korszakos Szent Iváni Állam előadás, amit Csányi rendezett a Bárkán, amiről a mai napig beszélnek, meg stb. Én szerintem vannak De győző, akkor érdemeim. Nem hiszed el, mert azt hiszem, hogy te legbelül nem hiszed. Igen. Amikor elveszik a Jászai díjadat, akkor még én megint újraértékelődik minden. Kivett el a te Jászai? Nem mondom meg. És miért vett el? Többek között a drogos könyv miatt. Tehát rajta voltál egy listán, és lehúztak? Már én tudtam is, illetve már szüleimet is hívtam, hogy... Ja, annyira biztos volt a történet. Tehát téged kiértesítettek, hogy átleheted? Igen. És egy kulturális szereplő, vagy politikai szereplő húzott Nem le? Mondom. Nem kell nevet mondani, csak hogy melyik rész. Azt se szeretnéd? Egy nagyhatalmú kulturális ember volt? Nem kulturális, politikai. De... Tehetnék utalójelzőket a személyére. Volt, hogy össze is futottam vele már egyszer. Nem mondom, hogy nem voltam stresszes, hogy nem kezdtek egy gyorsabban az izegni a sejtjeim. De mentél oda, nem kérdezted nem. meg? És most ezzel, mert ugye a kérdés az volt, hogy ha szerinted a diplomás drogos lettél volna, akkor kevesebb lett volna az esély, hogy elveszik? Nem, a drog az eleve kiütötte. Nem, csak kapott ugye, már, ugye ez volt. Kapott már Jászai díjat, sőt Kossuth díjat is olyan ember, akinek, hiszen Csákány Eszternek, Lukács Andornak. Tehát, hogy nem kell ahhoz jó, diplomát. Jó, hát azért valószínű, hogy vannak listák. De amikor az ember kicsit már azt érzed, hogy majd képben vagy, vagy jó lenne, vagy nem mondom, hogy nem esett volna jól, és akkor hát csak harmadszor terjesztette talán föl, és akkor meg is kapod, és aztán egy telefonnal elintézik, hogy akkor mégsem, és aztán pontosan megtudom, aztán fölkerül az Indexre, vagy az Origóra, ebben volt egy kisebb botrány, és aztán gyorsan le is vették a cikket, hogy... De konkrétan tudod, hogy a drog miatt? Persze. Igen. Azt egyébként tudod nagyjából egészében, hogy te mitől estél el, mi a te veszteség listád, amiatt, hogy te 2012-ben megírtad azt a könyvet? Futó reklámszerződések, előkészített
szerződések, nagyon nagy pénzekről beszélek. És tudod, hogy emiatt buktad el? Mert ugye beírod a keresőbe, hogy Szabó Győző, és az első három amit az első három, amit kiadott ugye a lista, akkor minden Szabó Győző a drogos, Szabó Győző a drogpoklából, Szabó Győző a heroinista, stb. Stb. És ez nem fér össze egy Tehát csak ugye az a történet pont az ellenkezője, meg a kimenet, hogy mutattál egy olyan történetet, a saját történetet, hogy ebből ki lehet jönni, nagyon nehéz, meg lehet együtt élni úgy, hogy nagyon nehéz, de hogy nem. Csak hogy ez tök érdekes Magyarországon, hogy ezek a stigmák, az én szakmámban aztán a stigma, ugye egy eltérő fejlődésű vagy egy sérült gyerek kapcsán, ugye ott van például egy diagnózis, hogy autizmus, ami elvileg azt jelenti, hogy neki van az ellátáshoz jogosultsága, és akár több joga is lehetne, mint egy tipikusan fejlődő gyereknek. De ugye ehhez képest ez stigma, és csak ezzel azt akarom mondani, hogy neked ugye a te történeted, hogy attól, hogy te ezt elmondtad, meg vállaltad, igen, ettől ugye ez egy pozitív történetnek kéne, hogy legyen, és nem annak kéne ott beleragadni, hogy akkor... Ez nem mindenki értette meg. Annyit még hozzáteszek egyébként a figura keresésében, hogy valamikor lelkész volt. Tehát, hogy ma itt tartunk, akkor a megbocsátás, és érzem, hogy van a dolgnak, tehát egy lelkész ember, aki aztán már nem lelkész, hanem más területen dolgozott, ő neki ez nem fér bele a pakliba. Vagy pedig megint az van, hogy ez is benne volt, meg hogy nyilván a... Akkor máshogy értetem, Győző. Ha neked lenne egy Jászai Mari díjad, akkor mi változtatna azon, amiről idáig beszéltünk, hogy te mennyit tettél ebbe a szakmába? Mennyire vagy tehetséges? Hány filmbe szerepeltél? Nem tudom, egy picit a önbecsülés, egy picit az a... Hogy én soha nem fogom azt érezni, hogy teljes seggel rajta ülök a lovon. Tehát tényleg. Tehát ez egy Jászai díj? Tehát... Nem, kérdezem, azt, hogy... figyelj, nekem semmilyen szakmai, úgymond, rengeteg elismeri, de én nem tudom, miért vágyom arra, hogy nekem valami fajta, hogy a szakma is igazolja, hogy én volt már egy filmnek a főszerepért, megkaptam a legjobb férfi szereplőt, aztán pontosan Jeles András újra kérte az újra zsűrizését a dolognak, és akkor Darvas Iván kapta meg, hiszen ő már utolsó éveiben volt, és soha életében nem kapott semmilyen komolyabb szakmai díjat, vagy ilyen filmes díjat, és akkor azt mondták, hogy ennek a csávónak, hanem adjuk oda, mondjuk most szándékosan nevekkel mondom, és konkrétan, mert ez már nagyon régen történt. Ez már elévült. De szerinted történhetne olyan veled szakmailag, amitől egységnyi időre hátra dőlnél, és megsimogatnád a saját vállat, hogy na jó van, Győző, most már elismer a szakma? Mert én attól tartok, hogy nem. Az lehet, hogy másodpercekig tartom, és utána megint ez a kétség, ez lobott. Ez mindig egyfajta hiányosság lesz. És akkor a kérdés, hogy melyik lett volna, most ha úgy elképzeled, hogy lettél volna egy ilyen klasszik színészi karrierbe, és megvan a Jászai díjad, vagy megvan a szabadságod, és még mindig ugye a nehezen, tehát hogy az érződik, hogy még mindig viaskodsz azzal, hogy magad számára te elég jó vagy-e, ami tök normális, de hogy melyik a jobb, tehát most ha így ezt a választhatnál kettőt. Választhatnál-e, ha lenne egy olyan utat, hogy lehet, hogy nincs öt főszerep, de van egy főiskolád, egy szakma által elismert, többszörös díjazott színész vagy. Meg egy Jászaid. Jászaid, vagy és esetleg még mondjuk Kossuth díjad is, és egy merev, rigorózó szabályrendszeren belül teljesíteni szolgáltat az elmúlt 30 évben. Egy művészszínházban. Akkor melyiket választanád? Valaki, amikor megírtam a könyvet, és akkor beszélgettem egy csomó emberrel, elkezdtek, hogy megbántam-e bármit, és akkor azt mondtam, hogy soha semmit nem bántam meg, és minden úgy volt jó, ahogy volt. Lehet, hogy én küzdködöm különböző démonokkal, de az tény, hogy én ezt a ha kezdetű mondatokat eleve nem is nagyon szeretem, és kikapcsolom a mi lett valaha, meg a ha, ez nekem már nincs benne a szótáramban. De hogyha már ha megkérdezted, akkor azt mondom, hogy... Barbara volt a jó, ha Barbara, megkérdeztük, ha megkérdeztétek, ha megkérdeztek, akkor én semmit nem csinálok másképpen. Elcsírtam egy nyilatkozatodat korábban, amikor azt mondtad, hogy neked azért a diplomácia érzékedet, a kultúrát, megfogalmazást, azt ki kellett fejleszteni magadba. Különösen mióta politikusokkal is szükségképpen kell egy kicsit kapcsolatot tartanod. Te elég, hogy mondjam, szókimondó vehemens voltál? Igen. Az most. Hogy kellett elképzelni? Most is most, azt? Hát szerintem most nagyon vagyok más, csak most már tudok különböző helyzetekben kulturáltabban viselkedni, ezt még most csak itt tudom megfogalmazni. Korábban ez hogy nézett ki? Hát, ha én gondoltam valamit, meg főleg, hogyha olyan közegben voltam, ahol mégiscsak érdemi helyzet volt, tehát mondjuk volt tétje annak, hogy nem...
hogy mondjam, tehát, hogy volt tétje egy vitának, akkor, és ha olyan érvelést hallottam, ami hát számomra nem volt elfogadható, vagy ostoba volt, vagy akkor én beleálltam helyzetekbe, igen. Meg is értettél adott esetben embereket? Hát biztos. De hogy mondjam, nem, tehát én nekem, tehát azt mondod, hogy amikor voltam, átmenetileg voltam olyan helyzetben, meg én mindig is, tehát hogy azt a tevékenységet, amit végzek, a korai fejlesztés nem volt ilyen feladat, jogszabály szinten nevesíteni kellett, ezért sokat kellett harcolni. Tehát volt, amikor ilyen szabad, tehát hogy én azért egy szabad ember vagyok, egy non-profit szervezetnek vagyok a vezetője, tehát hogy ebből a helyzetből, ha bementem egy olyan szobába, ahol több öltönyös volt, meg kosztümös, akkor hogy mondjam, tehát az más helyzet, hogyha ritkán mentem be, és ritkán volt erre adottság, mert akkor rövid idő alatt kellett elmondanom, hogy mit akarok. Aztán, amikor erre több lehetőség volt, akkor be tudtam osztani az energiámat, meg a tartalmat. És treníroznia kell magát az embernek? Magára hát, szól, hogy Barbara finoman gondold át, mély levegő, úgy szólj, kedvesen ja, de szólj. Hogy is. Nem. Tehát, hogy nem. Tehát még most is, szóval nem. Csak annyi, hogy például jobban tudok csöndben maradni. Hogy uh-huh. Most azt mondtam, hogy hallgatni, de hát ez a kettő, uh-huh. Ez nagyjából ugyanaz. Tehát, hogy jobban ki tudom azt várni, ami hát ebből a szempontból egy előny is, hogy vajon a másik mit gondol, és nem azonnal a saját lendületemre, egy következő lendülettel reagálok, hanem, hogy meg tudom azt várni, hogy a másik mit gondol, hol tart, és talán így jobban tudok kapcsolódni is, meg ilyen módon elfogadhatóbb a viselkedésem más számára is, aki azt látja, hogy belátóként viselkedek, az egy dolog, hogy az vagyok-e. Nem biztos, hogy az? Hát, adott helyzettől függ. De hogy ez nekem aztán mostanában már, ugye az elmúlt években kimondottan az okoz örömet, hogyha ha tudok egy nagyon ellenkező vagy más véleménnyel bíró emberrel vagy embercsoporttal kommunikációs helyzetbe kerülni, és magam is be tudok látni, és azt látom, hogy ők is belátnak. Tehát szerintem ez az, amiért úgy aztán az ember megéri, hogy magát is egy kicsit úgy, hogy azt mondja, hogy... Nagy levegő. Szerintem szükségképpen a te szakmád az igényel valami megszállottságot, valami küzdeni tudást. Én ezt rosszul gondolom, hogy te az a szükség, aki nagyon tud küzdeni. Hát, máshogy ez nem mehet, mondom én kívülről. Jó, én, tehát az, amit alkatomnál fogva van egy olyan habitusom, hogy ha úgy valami már úgy rendben van, vagy valamit elértünk, akkor én azonnal keresek valami újat, ami még nincs rendben, és amit lehet. Kérdés. Tehát, hogy ezzel mondom, hogy tehát én ezt érzékelem, hogy hasonló. Igen. Tehát jó volt a színválasztás nagyjából, de hogy és én mindenbe, tehát, hogy én mindenbe tudok, tehát én nekem engem az érdekel, hogyha valami kihívás van, és hogy a kész, a normális, az kevésbé. És hogy különösen az, hogy tehát én magam nagyon, tehát nem kérdezed meg, de elmondom, tehát, hogy én a bárcit is azért nehezen végeztem, mert ott is egy ilyen furcsa, nem túl bonyolult szabályrendszer volt azokkal a témákkal, amiket meg kellett tanulni egy gyógypedagógusnak, ami nem volt annyira nagy kihívás, különösen arra a populációra vonatkoztatva, hogy sérült különböző, nagyon különleges gyerekekkel foglalkozik egy gyógypedagógus. És én azt mindig is tudtam, hogy engem az, hogy én mondjuk bemenjek egy iskolába, egy ilyen tanári karba, mint ahogy te bementél volna, és magadat is be kellett volna szabályozni, hogy én erre alkalmatlan vagyok, és nem is érdekel. És én, ahogy elvégeztem a bárcit, akkor rögtön egy olyan területre mentem, bölcsőde integráció, ami nagyjából abban az évben volt lehetséges, és senki nem csinálta még hamarabb, és engem ez érdekelt, hogy olyan emberekkel, olyan területen, ami így izgalmas volt. Aztán egy újabb, tehát ugye amikor ez úgy már rendeződött, akkor egy újabb kihívás. És az is hát egy ilyen nagyon érdekes helyzet, hogy én alapvetően én egy liberális embernek tartom magam, és én nagyon hiszek a demokráciában, viszont úgy hiszek az egészben, meg a demokráciában, hogy én is egy nagyon csapatember vagyok, tehát én abból tudok töltekezni, hogy körülöttem olyan emberek vannak, akik nagyon nyitottak, okosak, és én ebből kapok, és adok is. Tehát, hogy csak visszatérve a nem létező kérdésedre, hogy létrehoztam egy olyan munkahelyet, ahol ezek a feltételek nagyjából adottak, de mégiscsak én vagyok a vezetője ennek az intézménynek, tehát, hogy engem ne szabályoz, tehát, hogy ez a lényeg, hogy én magamat szabályozgatom, de azt nehezen bírom, valószínű, hogy az apám, meg sok minden okán, hogyha engem szabályoznak, mert szabályoztak eleget valószínű az első 16 évenbe, és akkor ez most már így elég volt. Elég volt.
volt, és most már így szabadon, saját magad főnökeként kvázi. Igen, hát a, persze, de hogy, hogy mondjam, nem vagyok, tehát hogy igen, igen, alapvetően igen. Igen. És mond, azt meg tudod nekem mondani, hogy a szabálytalanban, vagy a rendellenesben, mi az érdekes számodra? Mert azt mondtad, hogy ami normális, ami nem csak normális szó, ami szokványos, ami hétköznapi, az téged kevésbé érdekel. Hát ez megint csak egy olyan dolog, hogy az, hogy hétköznapi, meg szokványos, meg normális, ezek, hogy mondjam, ezek olyan, mint a házasság, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy az úgy működhet, meg van olyan, hogy jól működő házasság probléma nélkül, meg van olyan, hogy normális, mi az, hogy, tehát ezek ilyen szubjektív megfogalmazás, ami nagyon fura, hogy ezeknek nem, tehát hogy miért van az, hogy, hogy így fogalmazunk még mindig, most így a 21. század elején, miközben, hát attól izgalmas a helyzet, hogy te itt vagy a cuppanó zakótba, mi meg a kicsit szakadt. Tehát, hogy különbözőek vagyunk. Igen. Tehát, hogy ettől sokkal igen. izgalmasabb. Igen. És hogy én azt gondolom, hogy eleve nincs olyan, hogy normális, meg szabályos, meg nem tudom, mert hogy az vitt előre eddig is rendszereket, gondolkodást, hogyha voltak ütközések, meghallgatások, és hogy abban a pillanatban már nem normális, mert az eddig normálisnak tekinthető dologot újra lehet értelmezni. Tehát engem ez érdekel nagyjából, hogy én azt gondolom, hogy mint ahogy hárman is különbözőek vagyunk, kimegyünk az utcára, vagy benézünk egy családba, ott is öt különböző ember van, és hogy ezt kéne tudnunk alkalmazni úgy, hogy, hogy azt tekintjük értékként, hogyha valaki különböző uh-huh. tőlünk, vagy a többektől, hiszen az visz előre. Gondolkodtam rajta, hogy szerintem mindannyian tudnánk mondani két-három olyan színészt, akinek nem nyúltak a hóna alá Magyarországon. És vagy az alkohol, vagy a drog, az önpusztítás az fölzabálta őt. Tudomásom szerint, amikor te kijöttél a rehabról, igen. akkor Zsán Béki várt személyesen. Igen. Elment hozzátok, igen. ivott egy teát, és elindult valami Amerika forgatás. Ebben van valami szakrális, vagy valami mágikus. Zsán Béki Gábor, aki soha egyszer talán szegény Isten nyugosztalja. Ugye eszembe fújtna. A Mátyás Kejának ő volt hangja. Helyei László. Helyei László, igen. Helyei László, és ő is a katonának a tagja volt. Azt mondta, egyszer ő értem ment el, azt hiszem, talán egy rehabra, vagy egy kezelés után. Kijöttem egy hónap után az ezt megelőző fizikai és egyéb elvonásokról, inkább nem is beszélek, mert ez maga a pokol. Kijössz, Zsámegyi Gábor vár a Lipót előtt, beülök az autójába, hazavisz a feleségemhez, gyermekem ez a Borbálához, megiszik egy kávét, aztán elköszön, mert nem akar minket zavarni, hogy mi is hadd lehessünk együtt, majd elmegy, és odaérkezik a forgatási autó, és visznek a valami Amerika forgatására, ahol mindenki tudja, hogy te hol voltál. És a hála az valójában ott nyilvánulhat meg, hogyha én ezt mondjuk más színházban csinálom, vagy más közegben, ahol kevésbé ilyen elfogadóak, hiszen pontosan tudok olyan kollégákat, most az egyik már sajnos meghalt, ő Reiserbrückner Sándor, ő egy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges színész volt, vagy a főiskolán egy bizonyos osztályban oda mentek, és megmondták a osztályvezető, a főnöküknek a főiskolán, arra a színvészeti főiskolára nagyon nehéz bejutni, azt mondták, hogy drop problémákkal küzdünk. Ők másnap már nem járattak arra az egyetemre. Az osztályfelők kirúgta őket. Hát ez is egy attitűd, vagy egy szemlélet. Én pedig gondolom, hogy Asher Tamás az egyik előadás elég kőkeményen veszélybe forgott, mert olyan elvonásom volt, hogy nem tudtam szinte megcsinálni. Másnap hívattak az irodába, és eleve úgy ment el, fölmondtam Asher Tamásnak, hogy jó, akkor rúgjatok ki. Rúgjatok ki, oké, megérdem, rúgjatok ki, és mondta az Asher, és itt van egy olyan kultúr, és olyan intelligens, és olyan szuper környezetbe kerültem, mint akár a katonál, ha vesszük, bárhol máshol biztos kirúgtak volna, és azt mondta, hogy győző, pont ez a lényeg, hogy nem akarunk kirúgni, hanem azt akarjuk, hogy legyél jól, és gyere vissza, és csináld a dolgokat. Kivettek minden előadásból, akkor párizsi turnénk volt 3 hét Párizsban, mindenhova beugrottak, minden előadást elvettek tőlem, a feleségem kirúgott kázi otthonról, tehát klasszik, és bementem a Lipótra, mert azt mondják, hogy a szőnyeget ki kell rántani. De hogy, és akkor picit így rájössz, hogy mi a dolgok lényege. Én ugyanígy, ne itt, hogy nem mentem oda, most ezt tényleg név nélkül, olyan alkesz kollégákhoz, hogy, és elmondani neki, hogy mi a vélemény, hogy mit csinálsz rosszul, és szerintem ezt próbáltam segíteni. Figyelj, az első alap az, amikor én is dolgoztam, hogy azt mondtam, hogy hagyjatok engem békén.
mit ugattok bele, hogy én mit csinálok? Hozzáteszem, egyetlen egy embertől kaptam egy levelet, Bán Jánostól, a színész kollégámtól, aki egy három oldalas levélben a portán lerakva elmondta, hogy mit gondol ez egésztől. Utólag persze mindenki azt, hogy látták meg, hogy nem akartunk szólni. Nem. Muszáj, hogy szóljanak, és igen, ez kell. Nem az igazságérzet megmenteni másokat. Én nem lehetem véka alá, valaki cuccos, ha valaki, és ettől lett a dinamikus terápiával volt eredménye mondjuk a Csernusnak is, aki nem azt mondta, hogy szegény drogos, hanem te hülye fasz. Mit csinálsz? Jó a heroin? Ne csináld már. Jó a heroin? Mondom, jó. Akkor miért nem tolod a heroin? Tehát ment ez a folyamatos hergelés, az ezzel a elandó önmagammal szembeállítással nyertük meg a harcot. Igen ám, de amikor Zsámbéki Aser így jár el, úgyhogy tudunk számtalan példát, hogy ez nem annyira tipikus Magyarországon a színházi világban, akkor azért, ha már onnan indítottunk, hogy van benned valami fajta önbizalomhiány, hát mi, ha nem ez, ami tovább kell, hogy lendítse az embert, hogy Zsámbéki Gábor tartja őt olyan értékes szakembernek és embernek. Ez egy tökéletes csillagállás volt, azt csak egy tudom mondani. Én magam is abba hagytam volna, szerintem előbb-utóbb. De most a drogról nem hosszan tudnék meg az egész helyzetről beszélni, de ugye ketten vagyunk itt, és más dolgok is fontosak. Még én is nagyon kíváncsi vagyok még Barbarának, Barbikának a dolgaira. Anyád. De... Tudod-e? Anyád. Ja, igen. Szegény. Na, úgyhogy lényeg az, hogy hogy most egy kicsit kibillentem a komfortzónámmal, de mindjárt visszajövök, hogy hogy szerintem nem tartunk még ott. Azt mondta, tökéletes csillagállás volt, ez így történt. De figyelj, itt egyetlen egy dolog, amit nagyon fontos elfogadni, és ezzel nem csak az alkoholista kollégáimnak, és az első legfontosabb lépés, hogy elfogad, hogy mi vagy. Az hogy akár 60 évesen idősebb, tisztajat tehetséges kollégák becsapva magukat, nem ismerik el azt, és nekik is egy levelet írva, hogy beszélgetve sokat velük, elmondom, hogy addig, amíg te nem ismered el, nem döntesz úgy, hogy bevallod magadnak, hogy drogos vagy, vagy alkoholista, addig nem lehet lépni. Lehetetlen. Kérdés, hogy akar-e lépni? Kérdés, hogy ott tart-e, hogy igen, akar-e lépni? Tehát, igen, úgyhogy nem. Szerintem. És itt van az, hogy a bélyeg, a stigma, és bármi egyéb, az egyenlőre kilöki magából ezeket az embereket. Nekem óriási mázdim volt, de pont attól lehetett, hogy ez ilyen siker lett ez a könyv, hogy teljes tök őszintén, illetve az egészet így egy az egybe pacekba megírta. Utolsó kérdésemet tárgyba. Visszanéztem egy interjút, mert eszembe jutott, hogy a te neved akkor fölmerült, Gesztesi Károly. Pár évvel ezelőtt Friderikus Sándornak arra a kérdésére, hogy ki az ország öt legjobb színésze, téged másodikként említett. Ezt csak azért mondom, hogy nem tudom, hogy ezekről tudsz-e, hogy tudok, ezt az interjút láttad-e. Igen, igen. Ő egy nagyon-nagyon furcsa örvénybe került be. Január 4-én az 5 napja, egy év és 5 napja halt meg, és... Többek között ő is az volt, aki abszolút egy olyan örvénybe csúszott bele, mind hazugság, és mind egyéb örvénybe csúszott bele, akit egyetlen egy ember hívott föl, és az én voltam. A figyelmeztet a veszélyekre és mindenre, akkor elhajtott az anyámba, és aztán megköszönte, hogy végül is így elbeszélgettünk, de ugyanígy felhívtam annó akár Fenyő Ivánt is, hogy hova ez az álmok futása, miután most egy picit talán átcsukrott a lónak a túloldalára, de hogy én igenis, én elmondom a kollégáknak is. Az, amikor meghalt a Tobi, akkor másnap én csináltam az élő rádió műsort reggel, a reggeli rádió műsorunkban, és akkor megemlékeztünk róla is, és ott derült ki, amikor elmentem egy könyves, volt egy karácsonykor könyvetlen, és akkor megláttam a könyvét, és elkezdtem lapozgatni, és ott álltam a Libribe, vagy ahol és ott elbőgtem magam ott a boltba, és én nem igen értették, hogy ez valami lehet, és képzeld, hogy lapoztam a könyvet, és ott volt egy fotó, egy közös fotó, és akkor az volt a leírva, hogy engem tekintett az egyik legjobb barátjának. És én ezt éreztem, és tudtam, de így kimondva soha nem volt, érted? Tehát, hogy én voltam a legjobb barátja, és ez tök jól esik. Tehát meg kiváló színésznek tartott, mondom még egyszer. Az egy másik kérdés, ezt már kibeszéltük, hogy én minek, hogyan és hova teszem magam ezen a bizonyos horizonton, de igen. Barbara, amikor az ember, hogy csak ilyen keretes szerkezetet adjunk ennek az interjúnak, ilyen hátizsákkal indul, de
sokat dolgozik magán, szabad ember akar lenni, szabad szakember akar lenni, ezt el is ismerik a saját pályáján, tudja egy ponthoz kötni, amikor azt mondta, még talán be se vallva saját magának, hogy ő szakemberként egy érdemdús, önálló entitás. Azt mondta, hogy igen, leváltam, én vagyok Czeisler Barbara, ennek a területnek egy jeles képviselője, saját jogon. Szevasztok! Nekem azt hiszem, hogy nem tudom miért, de hogy nem az a, az a cél, meg az a nem tudom, a kitűzött valami, hogy, hogy magam legyek valaki. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szakmailag én nem vagyok egy nagyon különleges szakember. Én vagyok, aki vagyok, szakemberséggel, emberségemmel, meg a hozott batyúimmal együtt. Én azt gondolom, hogy nekem az a nagy dolog, amire rá tudtam jönni, hogy én abba vagyok jó, hogy, hogy elképesztően kivételes embereket hozzak össze, és hogy, hogy közösen megteremtsünk valamit, aminek én vagyok a mozgatórugója, és hogy én ebbe vagyok szerintem igazán jó, hogy felismerjek egy helyzetet, felismerjek embereket, az emberekkel elhitessem, hogy tényleg lehet velem úgy beszélgetni, hogy anyád, és hogy, hogy még ha ez nehezen is, tehát hogy, a, hogy, hogy ez egy folyamatos, dinamikus kapcsolat, és ezt egy intézmény, ráadásul egy oktatási intézményről beszélünk, ami szerintem egy elég nagy dolog, hogy egy oktatási intézmény tud így működni 65 emberrel, hogy, hogy tényleg egy ilyen folyamatosan, egy dinamikusan működő és fejlődő vagy változó ellátó hely, ami ráadásul segítséget nyújt sok száz családnak. Tehát én szerintem én ezt fogadtam el, hogy én nekem ez, ez így jó, tehát én ebben jól is vagyok. Nekem ez a covidos év is olyan volt, hogy én úgy az elmúlt 2-3 évben különböző történések okán én elkezdtem azt így figyelni, meg magamat, hogyha tehát, hogy amin az ember kesereghet, meg itt van ez a Covid, azon nem tudok változtatni. Vannak dolgok, amin tudok, és hogy azon próbálok, és hogy, hogy én tényleg így valahogy elkezdtem tudni így élvezni az életet olyan formán is, hogy például Covid, meg egy olyan csomó olyan dolgot tapasztaltam meg az elmúlt egy évben, és nekem tényleg nagyon durva ezt kimondani, hogy az a 2020-as év az kimondottan egy nagyon jó év volt. Saját magammal kapcsolatban, családommal, gyerekeimmel, és szakmai szempontból is. Szóval, hogy ez sem egy normális év volt, nevezzük nevén, tehát valószínűleg ezért, mert hogy nekem ebbe ugye ez a nem normális, klasszikus, kiszámítható évben is találtam olyan dolgokat, amiket megtaláltam szerencsére. Hát akkor őrizd ezeket a dolgokat 2021-ben is. Czeisler Barbarát és Szabó Győzőt látták, hallották, szerintem két szabad embert láthattunk, hallhattunk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Én köszönöm.